Gyakorlatilag nem elég most a korábbi rendszereknek megfelelő döntéseket meghozni, hanem nekünk is változnunk kell a környezettel együtt. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy beszéljünk arról, hogy ez hogy történik most meg. Ugye mondtuk, hogy volt egy elsődleges sok hatás, ami egyébként önmagában valószínűleg még nem lett volna olyan hatalmas probléma, mint amivel egyébként most szembenézünk. Egyelőre most megy a kommunikációs háború az OECD és akár a magyar kormányzat között, hogy mennyire várható recesszió. Maga a recesszió nem is feltétlenül abból adódik, hogy milyen egészségügyi helyzet volt, hanem pont abból, amit Balázs is elmondott, hogy a kormányzati intézmények maguk azok, amik adott esetben ellehetetlenítettek bizonyos ágazatokat, akár kijárási korlátozások, akár rendezvényszervezés, akár bármi más terén. És hát az, hogy milyen elbocsájtások voltak, az mindenképpen kihat a lakossági szegmensre, és a lakossági szegmensnek a csökkenő éhsége, akár a vásárlási kedve, az pedig utána tovább gyűrűzik egyéb szektorokra is. Ugye, hát nem is tudom, hogy egy pozitív vagy negatív, hogy elmondhatom, hogy 2008-as válságot már egyszer mi is lemenedzseltük, és én is ott voltam, bár mondhatnám, hogy nyilván akkor még olyan fiatal voltam, hogy már alig emlékezhetek erre, de sajnos igen. És a nagyon sok szempontból hasonló a jelenlegi válság, az mindenképpen, hogy milyen típusú reakciókat kell tennünk. A Magyar Nemzeti Bank felméréséből derült ki, hogy a vállalatoknak 9%-a küzd jelenleg is fizetésképtelenséggel, és egészen biztosan ez a szám emelkedni fog. A Balázs által felsorolt listába, hogy hol mennyi csőd növekedést várnak, vagy felszámolás növekedést várnak országonként. Kelet-Közép-Európa viszonylag jól állna, ugyanakkor a alacsony likviditás miatt lehetnek nagyobb hatások, még akár egy kisebb gazdasági sok miatt is. Ugye a vállalatok 40%-a tervezte úgy, hogy hitelből fizetni a béreket már nyár elején így valamikor, és 33%-a mondta, hogy egészen biztosan leépítés lesz náluk. Most egy ilyen gyors gondolatkísérlettel, hogyha a cégek 10%-a válik fizetésképtelenné, és ezek további 10 cégnek tartoznak, ugye akkor statisztikailag mondhatjuk, hogy a teljes hazai vállalati kör érintett lenne a lánctartozásokban. Természetesen tudjuk, hogy nem ilyen egyszerű, meg nagyon nagy az átfedés, de azért azt elég jól mutatja, hogy semmiképpen nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a változásokat, amit most ez a válság okoz. És hát de szokták mondani, hogy sietni és elsietni két különböző dolog. Hát optimalizálni kell. Az, hogy nem pánikba esni és össze-vissza kapkodni és levágni minden hitel limitet nullára, hiszen, mint ahogy Balázs is említette, nagyon sok 10 000 milliárd forint utólagos fizetésű számláról beszélünk éves szinten a magyar gazdaságban. Abban az esetben, amennyiben valaki úgy reagál, hogy egy az egyben vágja a hitellimiteit, és mondjuk mostantól úgy dönt, hogy csak előrefizetést fogad el, gyakorlatilag a teljes gazdaság ellehetetlenedik, és teljesen képtelenség lenne túlélni, különösen a kivéreztetett KKV-k esetében, akik likviditással ezt már nem tudnák finanszírozni. Az átlagos árbevétel arányos nyereség ugye 8% most Magyarországon, így még egy lépéssel, hogyha minden tizedik cég nem fizetne, akkor egy ilyen csőd hullám, majd ennek kapcsán egy csőd spirál alakulna ki, ami gyakorlatilag benőnthetné sokkal nagyobb részét a hazai gazdaságnak, mint amennyi egyébként a gazdaság indokoltá tenne. Tehát nyilván túl óvatos hitelezési politikával, részben ügyfélvesztéssel is kellene szembenéznünk, részben pedig nagyon komoly gazdasági, nemzetgazdasági károkkal. Viszont hát azt sem mondhatjuk, hogy nem változtatunk semmit, és mi aztán bátrak vagyunk, mert a hitelező cégek kockázatai igenis megnőttek, ezek extrém módon megnőhetnek. Adott esetben azok az új ügyfelek, akiket az óvatos hitelezők nem finanszíroznak, azok oda mennek, ahol mégis kapnak hitelt,
És hát visszajuthatunk pont a 2008-as válsághoz hasonló szituációba, amikor nagyon büszkélkedett egy építésipari vállalkozó, hogy ő egy hatalmas tendert nyert, és eddig soha nem sikerült, mert a két konkurenciája mindig megelőzte. Hát most nem előzte meg, viszont cserébe elvégezte munkát, és nem fizették ki. Tehát, hogy sokkal, sokkal tudatosabban kell most ezeket a döntéseket meghozni. Ugye nagyon sok tényező kapcsolódik magához a credit management folyamathoz. A pénzügyi adatok értéke átrendeződik részben pozitív, részben negatív irányba. Egyrészt azzal, hogy szeptember 30-ra tolták el a mérleg leadási határidőt vállalkozások esetében, így gyakorlatilag nagyon sok cég esetében még mindig 2018-as pénzügyi beszámoló adatokra kell építenünk a döntéseinket. Ugyanakkor a likviditás jellegű mutatók pedig felértékelődtek, hiszen ezek mutatták meg azt, hogy egy cég milyen módon képes adott esetben egy válságot, egy hirtelen sokkot kezelni. Számít nagyon sokat a nyereségesség, külön kell vizsgálni az anyagköltséget, eszközállományt, adott esetben raktárkészleteket, béreket, forgási sebességeket. Az alkalmazotti létszám is, vannak olyan cégek, ahol külön kitételt kell, mert a kisebb cégek bizonyos esetekben jobban tudtak működni, mint a nagyvállalatok, ahol nagyon nehéz volt biztosítani például a távolságtartási szabályokat. A nemzetközi kapcsolatok miatt az exportrelációk szintén kiemelt figyelmet kapnak. Azokban az országokban exportáló vagy onnan importáló cégek, amelyeknél gyakorlatilag teljesen leállt a gazdaság, Olaszország, Spanyolország, mindenképpen azt láttuk, hogy nagyobb visszaesés van, mert ha még Magyarországon tudnának is termelni, akkor esetleg elfogyott az alapanyag, amit hoztak volna be, ha pedig Magyarországon megtermelték már, akkor nem tudták kivinni ezekbe az országokba, mert nem fogadták, és egyébként szállítmányozó, fuvarozót sem annyira találtak. Úgyhogy gyakorlatilag ilyen problémákkal is szembesülhettek. Balázs kitért rá, hogy a KKV cégek veszélyeztetettebbek, mint a nagyvállalatok. Ugyanakkor itt még egy picit beállnék mögé a kapcsolt vállalkozásokkal és a tulajdonosi háttérrel, mert a külföldi tulajdonú nagyvállalati tőke a stabilizálja a cégeket, de a kapcsolt vállalkozások kapcsán láttuk, hogy sok esetben van, hogy a veszteséget össze próbálják vonni egy cégbe, hogy inkább egy cég boruljon be, és a többi élje túl. És ennek kapcsán ilyen átrendeződések vannak a virtuális cégcsoportokon, tehát itt nem feltétlenül vállalat-vállalatközi kapcsolatokat értünk, hanem magánszemélyeken keresztül kapcsolt vállalkozásokat, és ez is már most kezd látszani, hogy bizonyos cégek, ha bedőlnek, akkor nem feltétlenül magukkal rántják a kapcsolódó cégeket, inkább kikerülnek ebből a kapcsolt vállalkozási körből. Három alappillért tudunk most megállapítani. A kockázati indexről, kockázati besorolásról már szerintem, aki itt van a workshopon, mindenki kellett, hogy halljon. Ez egy statisztikai modellezés alapján felszámolás, csődesét, nem fizetési kockázatot vizsgál cég, pénzügyi adatok, pozitív és negatív információk alapján. Ez a fajta matematikai modell, ez széles körben elterjedt, működik akkor, amikor egy többé-kevésbé stabil gazdasági környezetről beszélünk. Ugyanakkor van egy másik típusú hatás, ezt leginkább úgy szokták szemléltetni, mint amikor sok pingponglabda közé az ember bedob egy focilabdát, és azt látjuk, hogy hirtelen minden megmozdul, és valamilyen szinten vissza fog ez rendeződni. Ez dinamikus sok hatás modellezésnek hívjuk. A gazdasági életben ezt válságállósági indexként lehet definiálni. Itt sokkal nagyobb szerepet kapnak a likviditás jellegű dolgok, illetve a háttérinformációk, mint a tulajdonosi háttérexportáció, amiket az előbb felsoroltam. Ez a két index, a kockázati besorolás és a válságállósági index az, aminek együttes hatásával
egy nagyon korrekt képet kaphatunk már a cégek működéséről. Kiemelt figyelmet kell ráfordítani. Azok a cégek, akik eddig is gyengébb kockázati besorolásba voltak, azoknak hatványozottan nőtt meg a kockázatuk ahhoz képest, akik eddig stabilak voltak, illetve a válságállósági indexsel jelentősen finomíthatjuk ezt a megítélést. És ezen kettő információ alapján javasoljuk azt a hitelkeret maximumot, amire Balázs is kitért előadásában, már csak azért is, mert hogy nem mindenki szeretné végigszámolni, és nem feltétlenül kíváncsi arra a 300 tényezőre, ami alapján a modellt megépítik, de egyre a végén szüksége van, hogyha szeretne valakinek egy 30-60-90 napos fizetési határidővel számlát kiállítani, akkor körülbelül milyen összegig teheti ezt meg. És ez az az információ, ami konkrétan döntés előkészítést nyújt a cégeknek. Most a mérlegleadás határidejének módosulásával egyébként a kockázati szint mérlegeli azt is, hogy aki már leadta a mérlegét, annak egyel biztonságosabban tudjuk számítani a modelljét, így adott esetben ő magasabb javasolt hitelkeret maximumot fog kapni. És hát változások napi szinten történnek, tehát folyamatosan kell monitorozni mind a cégadatváltozásokat, mind a válságállósági indexet, mind a javasolt hitelkeretet, és a sajtót is sajnos, mert hogy nagyon sokan sajton keresztül kommunikálva jelentik be azt, hogyha valami probléma van a cégnél, akár elbocsájtások, akár bármi más tekintetében. Egy biztos, ezt nem tudja soha egy ember önmaga megcsinálni, nem egy one-man show, azért vannak a szakmai területek, és azért örülök, hogy ilyen sokan összejöttünk, mert biztos vagyok benne, hogy felső vezetői szinten is felértékelődtek, talán még az átlag eddiginél jobban is a credit management folyamatok, hiszen a cég életben maradásához segíthet hozzá.